beadvány szerintem elég egyértelmű volt. Én azt gondolom, hogy itt tanult emberek ülnek, akik tudják, hogy 1956-ban az események azok október 23-a és november 4-e között zajlottak. Azt is tudja mindenki, hogy október 23-a egy nemzeti ünnep, november 4-e pedig egy gyásznap. És én azt gondolom, hogy ebből mindenki, ugyan nem írtam bele abba az előterjesztésbe, de mindenki lemondhatja azt a következtetést, hogy nem húsvétkor, vagy esetleg karácsonykor szeretnénk ünnepelni itt a faluban. Az, hogy a testület elé csak most kerül ez a kérdés, nagyon sajnálatos. Megnéztem a múltkori, a tavalyi beadványotoknál az egyháztanáshoz, hogy hogy ment, hogy nem politikai alapon akarjátok, még csak oda se lesz téve, hogy a Fidesz által lett ez, meg így, meg úgy. És már akkor is én azon a képen is úgy láttam, hogy állítatta László Átolti Fidesz. Ha jól látom azon a képen. Akkor, és ti meg azt mondtátok, illetve te azt mondtad a cikkedbe, meg biztos mondtad a egyháztanásnak is, hogy semmi politikai, semmi, még csak meg se lesz említve, hogy kiállította. De nézd vissza, mert én direkt visszanéztem ma. Készültem erre az ülésre, visszanéztem a tavalyi dolgotokat. Most azért mondom, hogy akkor most tulajdonképpen milyen áldozatokat kell Vácrátoltak ünnepelni? Hát országosan ünnepeljük, az iskolában ünnepeljük. Vácrátoltnak 56-os áldozata, hál' Istennek nincs. És akit említettél, a Gulyás Lajos, az áldozat volt? Bocsánat, nem kaptál szót. Bocsánat, ne szólj vele, mert nem kaptál szót. Tehát én Európában még nem láttam olyan meghívót a település lakosság és a falu ülését. Tehát ez méltatlan volt. Gondolom Harap Péter frakcióvezető urat sem e-mailben hívtátok meg. Gondolom. Nagyon szomorú, hogy hívtátok meg, meg utolsó nap. Első körben polgármesterek nem értem. Ő volt az, aki a szombati napon, amikor állítottak az emlékművet, az autójával elhaladt, ott az emlékmű előtt. Megpróbálom utána a mozdulatot, amit láttam, így kihajolt az ablakból, és így nézett vissza. Én köszöntem, vissza nem köszöntem, most már nem szokott visszaköszönni. Ez jó. De nyugodtan, tehát emiatt is lehet bíróságra menni, helyreigazítást kérni. És a képviselőknek ez a, hogy nincs áldozat, vagy van áldozat. Igenis van egy hartyámban, amikor azt tudni kell a papistának is, hogy ott ugye az kinek, valami... Bocsánat, kinek? Pap Istvánnak, Pap Istinek. De nem Pisti, Pap István alapulja. Akkor István. Ebben nem akarok most tovább menni. Utána lehet menni, Batyinak is ajánlom, nézze meg. Kinek? Atyásnak. Egy pillanat. Kinek? Bocsánat. Egy pillanat. Kinek ajánlod? A Rosszegi Gézának. Nem. Hagyjuk ezt, Mátyás képviselő. Miért választottak ide minket? Csak azért a nagy félelemben, mert majd beszartak, hogyha nem minket választanak meg, akkor itt nagy gond lesz, mindenki ki lesz nyírva. Igaz? Hát, és a testülettől félnek. Akkor mondtam még egyszer, miért választottak meg, hogyha félnek? Nem kell félni. Szerintem mi elég jól, nem akarom dicsérni magunkat, de elég jól képviseltük ezt a települést idáig. Nem baj, jön a következő generáció, majd megmutatjátok, hogy hogy kell. De úgy, ahogy mi csináltuk, pénz nélkül. A mondatokat elemezni fogjuk, tulajdonképpen ezt nevezik szaknyelven karaktergyilkosságnak. Majd sorba állítjuk az érveket, ellenérveket, hogy mit tettünk, mit hibáztunk, de az, hogy egy oldalon valakinek a fejét valóban levenni, hát ez egy vélemény. Aztán, hogyha olyan vélemény is elhangzik, ami felelni kell, akkor majd bizonyára felelni, hogy valaki meg megalapozatta. Ez egyértelműen fenyegetés. Sem akkor fenyegetés, amit elmondtál. Jó, az, hogy majd megnézzük, jó, majd megnézzük. Megvizsgáljuk, majd megtesszük a szükséges lépéseket, ezt hívják fenyegetés. Én azt mondtam, hogy olyan a szóbeszéd vagy a faluban, sajnos vannak vállalkozók, volt konyhai dolgozók, vannak közmunkások, szóval vannak olyan emberek, akik igenis félnek nem a képviselőtestülettől, hanem a polgármestertől, meg a jegyzőasszonytól. Ki van? Na, ezt mondtam. Most én nem gondolom, hogy kik is féltek, mint képviselő úrak, hölgyek. Én nem gondolom, én csak azt mondom, ha tényleg így van, hogy kik is féltek,
akkor igenis folytattam a véleményemet, akkor sajnos nagy baj van itt. Én nem mondtam azt, hogy rosszul végezik a dolgokat, vagy nem jó, de vannak olyan döntések, amit szó nélkül át tud menni, siklani, és mindig a polgármester meg a jegyzőnek a idő. Ezt a véleményt kimondom, és ezért vállalom a felelősséget is, és azért is vállalom, hogy ha hazamennek, nézzenek a tükörbe, mert másodszor elmondom, ha tényleg úgy van, hogy ha félnek, hogy a szóbeszéd mondja, akkor tudják, mit kell tenni a tükörbe. A Pap István képviselő úrnak, vagy alpolgármester úrnak egy kérdést tennék föl, hogy nem tudom, milyen a hosszú távú memóriád. 1983-ban, Téglagyárban, 84-ben Téglagyárban dolgoztunk. És ott 84-ben az útra fölött vetve, hogy éljen október 23-a, nem tudom, emlékszel rá. De akkor a villanyszerelőként voltad ott, ha jól tudom, és pártitkárként is. Akkor már nem. Hát akkor mindegy, de nagyon közel álltál az akkori pártvezetéshez. Nem ez a lényeg. Ki lett írva, és akkor valami úton, módon kikerültek oda a rendőrök, és ott faggatózni kezdtek. És a Galambot... Bocsánat, ez a téma, itt most megvonom a szót, ez már karakter. Figyelj, bocsánat. Nem vádolom semmivel. Ez nagyon kíváncsi. Én csak kérdezem. Nem, jó, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért fejezzük be. Figyelj, ez értatlan ez az egész. Nem mondom, de... Nem, mondta ezt a kamera előtt, hogy hát ne vádolskodjanak. Nem vádoltalak. Rájön meg a meleg. Ez már kíváncsi. De remélem most nem lesz hang nélkül a mai ülés. Mint ami már megvolt egyszer. Hány embernek kezdődik? Csak azért, mert én kirohanok. Te nem rohantál ki soha. Ebből a teremből sem rohantál ki. De amikor én így beszélek, az kirohanás. Ti mindig igazat mondtok. Nincs köze, amit ő mondta. Te nem rohantál ki. Te nem rohantál ki. Nincs érdelme ennek, hagyjuk ezt. Figyeltek ide. Mert olyan szavakat használsz rám, hogy az alpolgármester újabb kirohanása. Most is az lesz. Ne mosolgjál, mondd a szemedbe. Mondd a szemedbe, hogy kirohantál, vagy nem rohantál. Jó. Tessék? Jó. Miért ne próbáljam veled? Miért? Ki vagy te? Nem egy ugyanolyan ember vagy, mint a másik? Hát akkor mennyivel vagy te külön, hogy te nem mondhatod meg, hogy mi a véleményed? Ez borzasztó. Nekem meg kell mondanom a véleményed. Ez borzasztó. Neked nem meg eljutunk, és ez volt a cím. Igaz? Polgármester úr, elmondom. Nem baj, tegyék föl. Tulajdonképpen semmit nem ér a munkánk, nem ér semmit a templomfelújítás, a tornacsarnoképítés, az útépítés, a csatornépítés. Semmit nem ér, hiába hoztuk ide a pénzt. Figyelj, de nem számít, mi rossz emberek vagyunk. Kész, pont, vége. Ennyi, ez volt az utolsó mondat. Ezt a napirendi pontot lezárom.